Egy olyan dal következzen akkor, ami csak harmonikával szólal meg. Fogadják sok szeretettel! A 26. Öreghegyi Mulatságok idén is nagy sikernek örvendett, koncertek, vásár és jó hangulat fogadta az érdeklődőket. Azt várjuk, szeretjük. Voltak már egyébként koncertjén, vagy ez az első? Nem, ez az első. Már jó. És mit gondolnak egyébként arról, hogy most már ugye 26. alkalommal tartják meg itt ezt a nívós eseményt, ezt mondhatjuk? Hát ez nagyon jó dolog, úgyhogy csak minden éven tartsák is meg. Itt laknak öreghegyek. Igen, itt lakunk, nem és messze. És milyen visszajelzés van azért az előző évekhez képest, vagy az előző évekkel kapcsolatban, mi a tapasztalat, milyen műsorok szoktak lenni? Jók. Úgy általában mindig jók voltak, meg szépek is, és szeretik is az öreghegyiek nagyon. Miért tartja fontosnak, hogy azért itt öreghegyen legyen egy ilyen rendezvény minden? És legyen legalább, mert annak előtt aztán nem volt semmi. Most Szingviki lesz, Mário, Dallos Viktória, nem? És kiket vártok közülük? Párom, csak Márióra jöttünk ki most egyébként így. Na, szóval mi Márióra jöttünk ki most. Nagyon régi hagyomány már ez, ahogy te is mondtad, a 26. alkalommal rendezzük meg az Öreghegyi Mulatságot. Nagyon szeretik a városlakók, nagyon sokan kilátogatnak ide minden évben. Most is tele van a tér, már 3 órakor rengetegen vannak. Márió a harmonikás kezd, utána az Iszkiri gyerekzenekar fog fellépni. Aztán hagyományosan lesz a borrendek felvonulása és az Öreghegy Bora kitüntető cím átadása. Utána Tornyai Gábor atya megáldja az új kenyeret és az új bort. Lesznek hivatalos köszöntők polgármester úr és Östör Anna Mária képviselőasszony. Utána pedig már a szórakozási a terep, a Maja Trióval lesz operett műsor. A fiatalok kedvéért Szingvikit hívtuk meg, utána Bornai Tibor új zenekara lép fel, a Komoly Férfiak Kivéti Társaság című zenekar. Ez követi a Fantom együttessel az utcabál és éjfénykor a tűzijáték. Hogyha jön a vihar, esetleg, ahogy előre jelzik, lehet, hogy a tűzijátékot előbbre hozzuk, de bízunk benne, hogy éjfélig tart a rendezvény. Azért elég összetett a program, ahogy hallhattuk, és ahogy lát, mi a célja ennek a rendezvénynek évről évre? Tehát nyilvánvalóan a közösségi építés. Ez egy városrészi rendezvényként indul, de nagyon kinőtte magát, tehát itt már nem csak az öreghegyiek vannak közönségként, hanem jönnek másik településekről is, de a városból mindenféleképpen. Az a célja, hogy jól érezzék magukat az emberek. Az augusztus 20-i ünnepkörhöz kapcsolódunk, de hát ez egy szórakoztató esemény, nem pedig egy emelkedett hangulatú szakrális műsor. Lacsom, kocsogos, kocsogos, el a végén, iszamos, csuszamos, ajánlásom, kopogos, kopogos, a cifrázom, rokonos, rokonos. Lacsom, kocsogos, kocsogos, el a végén, iszamos, csuszamos, ajánlásom, kopogos, kopogos, a cifrázom, rokonos. Borban az igazság, borban az igaz, borban a felejtés, borban a tavasz. Illatos paredbe, mint a friss mező, és a mávar benne gyöngyöző. Borban az igazság, borban az igaz, borban a felejtés, borban a tavasz. Borban él az élet, s benne messze az élet, minden bánatunk rajta hát ígyunk. Kocsogós, kocsogós, hely a végén, iszamos, csuszamos, a járásom, kopogós, kopogós, ma
modell, mint a kis mező, és a bábor benne gyöngyöző. Borban az igazság, borban a vigasz, borban a felejtés, borban a tavasz. Borbané az élet, benne messze az élet, minden váladunk rajta, hát így úgy. Borban az igazság, borban a vigasz, borban a felejtés, borban a tavasz. Illatos modell, mint a kis mező, és a bábor benne gyöngyöző. Az Öreghegyen Szent István napján a bor és a kenyér ünnepén köszöntötték az idei év legjobb bortermelőit is, és értékelték az esztendőt. Büszkeséges meghatottsággal tölt el bennünket, hogy államalapító királyunk Szent István névnapját egy nappal megelőzően itt az Öreghegyi Mulatságok programján részt vett a borrendünk. Felidézzük magunkba az alapítást, az azóta eltelt időszakot, és hát kacsintunk és tekintünk már a jövő fele is a tovább lépés irányába. Úgy gondolom, hogy a mai nap egy igazi borünnep lesz számunkra. A meghívott vendégeinkkel együtt szeretnénk ezeknek a gondolatunknak a jegyében eltölteni ezt a napot. Különleges ez a nap azért is, hiszen az Öreghegyi bor cím gazdára talált, és emellett pedig megáldják az új kenyeret, és a bort is nyilvánvaló, ami nagyon-nagyon fontos a későbbiekben is, és szintén megerősítést hordoz. Hát a kenyernek és a bornak is erőteljes a szakrális tartalma, és ez kihatott mindig is a borfogyasztó emberre, hiszen amikor magunkhoz vesszük a kenyeret és a bort, akkor Krisztus Urunkra és az átváltozásra emlékezünk. Úgy vagyunk a borlovagrendben, mi hívő emberek, hogy meg kell élni újra és újra ezt a csodálatos átváltozást. Ez a nap azért is fontos, mert kicsik és nagyok, Öreghegy apraja, nagyja, ha úgy tetszik, megünnepli ezt a napot, és ez most már hagyomány. Amikor elkezdtétek, gondoltátok volna, hogy ez egy olyan méltóságteljes ünnep lesz, ami kiegészíti az augusztus 20-ai ünnepség sorozatot? Hát ugye most az Öreghegy, borlovagrend 15 éves, az öreghegyi mulatságok pedig ennél nagyobb múltra tekint vissza. Igazából hittük is, reméltük is, de hogy pontosan így fognak történni a dolgok, erre azért nem gondoltunk. Renner László főborász sikeresnek élte meg az idei évet. Hál' Istennek az a tapasztalatunk, hogy nagyon sokat változott jó irányba, és hát az idei öreghegyi, illetve hát a tavaszi öreghegyi bormustra, aminek most lesz az eredményhirdetése itt a 19-én az öreghegyi mulatságok keretében, azt tudom mondani, hogy a szakmai bizottság tagjai is, akik szintén járnak borversenyekre bírálni, a mustra után azt mondták, hogy már akár megyei vagy borvidéki borversenyen is megállták volna a helyüket a borok, annyira szépen javul a minőség, megfogadják a tanácsainkat a termelők. Mit tette szükségessé, hogy az eddigi fehér borok mellé felzárkozzanak a vörös borok is Öreghegy bora tekintetében? Hát ugye már a tavalyi évben is úgy volt, hogy több termelő is hozott kékszőlőből készült, tehát vörös bort, és mivel itt azért az Öreghegyen régebben is termeltek kékszőlőt, ezért úgy döntöttünk, hogy ne csak a fehér borosokat dicsérjük, illetve emeljük ki, hanem akkor a vörös borosok is így megdicsérésre, illetve elismerésre kerüljenek. Bár igazából akkor lehet összegezni az idei év történéseit, ha már lent a pincékben nyugszik a bor a hordókban, azért hadd kérdezzem meg, milyen volt ez az esztendő. Azt tudjuk, hogy változékony volt az időjárás, és ez a szőlőültetvényeket is megviselte egy időben, de úgy tűnik, hogy az most már tisztult a kép. Igen, hát eleinte jól indult az évjárat, és nagyon szép reményekkel kecsegtetett, aztán utána bejött egy kis aszály, aztán bejött egy kis jég, az egy kicsit elkeserített bennünket, de hál' Istennek olyan időszakba érkezett, amit még ki tudott heverni a szőlő.
tehát a későbbi fajták még növekedési időben voltak, beszáradtak a sérült bogyók, és a másikak átveszik a helyüket, tehát a természet azért megoldja saját maga, amennyire lehet. Lesz valamennyi kár, de azért jó tervéssel kecsegtet. Beszéljünk az idei öreghegy borára, térjünk vissza rá. Először fordul elő, hogy vörösbor és fehérbor, és értelemszerűen így először fordulhat elő, hogy ugyanaz a termelő kapja ezt a díjat. Meglepődött? Hát amikor magát a borokat kóstoltuk, akkor igen, mert tulajdonképpen nem azt mondom, hogy olyan rettenetesen sokkal kiugrott a többihez képest, de szép, nagyon szép borok voltak ezek. Tehát mondjam azt, hogy egy hibája volt a bornak, hogy nem a mi pincénkben van. Molnár Margit kincstárnok sokat tett az elmúlt másfél évtizedben a borrendért. Örömömre szolgált, hogy bevettek a soraik közé. Megvallom, hogy sokat tettem érte, kemény munka volt, mire a soraikba fogadtak, és azért örülök neki nagyon, mert teljes mértékben azonosulni tudok a borrend célkitűzéseivel, hogy a jó magyar bort és a kulturált borfogyasztást népszerűsítsük, különösen a fiatalok körében, és nagy örömömre szolgál mindig, amikor hallom tévében, rádióban, hogy a fiatalok körében például a rozé fröccs egyre népszerűbb, és mindig azt gondolom, hogy egy picit mi is tettünk ezért, hogy népszerűsítsük a jó magyar bort és a kulturált borfogyasztást. Mi a dolga egy hölgynek egy borlovagrendben, például itt a Noé-hegyen? Igen. Hát ugyanaz, mint egy háziasszonynak. Mert ugye a borlovagok, mi ugye az országos bor, az MBOS-nek a tagjai vagyunk, és ez úgy működik, hogy mi a vendégül látunk társborrendeket, a rendezvényeken ők is meghívnak minket. És amikor mi vagyunk a házigazdák, akkor bizony elkél egy-két háziasszony, és akkor mi büszkén segédkezünk, és vendégül látjuk a társborrendeket, és akkor elbeszélgetünk velük, és hát vannak háziasszonyi teendők is, és ezt nagyon büszkén és boldogan végezzük. Mi lányok, egy dologról mindenképpen kell, hogy beszéljünk, a legendás hegybíró kürtjéről. Igen, hát a hegybíró kürtje az a Rafai József néjé, mert ő volt az utolsó hegybíró, és ez a relikvia, erre nagyon büszkék vagyunk, és minden alkalommal, amikor rendezvényünk van, akkor Ancsa ezt meg is szokta szólaltatni, mert az ő édesapja volt az utolsó hegybíró. Az elismerésről szeretnélek kérdezni, hiszen azt hiszem, hogy ilyenkor visszaigazolást nyer a munka. Hát nagyon meglepődtem, hogy rám esett ez a nagy tisztesség, és én a kincstárnoka vagyok már 10 éve a borrendnek, ugye a végzettségem is közgazdász, tehát azért egy kicsit szakma, és igyekeztem, hogy mivel ugye mi civil szervezet vagyunk, és a saját tagdíjbevételünkből és pályázatokból tudunk gazdálkodni, és hát ugye a nagymester úrral kalöltve azon munkálkodtunk, hogy önfenntartók, önjárók legyünk, hogy ugye méltán meg tudjuk, vendégül tudjuk látni a társborrendeket, ugye a holnap lesz az országos rendezvényünk, és hát minden évben nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy 30 fölött, majdnem 40 borrend megtisztel bennünket a részvételével, és hát bizony ez pénzbe kerül, és az én tisztem az is, ugye, mint kincstárnok, hogy ennek a fedezetét, a forrását, hogy úgy mondjam, biztosítsam. Horváth Miklós Csaba alapítótagként már a jövőre is gondol. 2002-ről beszélünk 15 évvel ezelőtt, amikor a Vég Alajos ötletére, Babori Zoli volt akkor itt a Rekegy egyik területi képviselője, és a Zoli megkeresett, hogy a régi szőlősgazdák még vannak egy páran itt Öreghegyen, és az a ötletük támadt, hogy egy borrendet, hogyha alapítanánk, és segítenénk ebben, mint képviselők,
akkor talán azokat a maradék hagyományokat még meg lehetne őrizni, és tovább lehetne vinni, amik megmaradtak. És hála Isten találtunk még egy pár embert, akik fölkarolták az ötletet, és így 2002. május környékén akkor megalapítottuk a borrendet. Ha jól emlékszem, 45 alapító tag volt akkor, hát felkértünk olyanokat is, akikről tudtuk, hogy nekem se volt szőlőm még akkor, viszont azért a kulturált borfogyasztás propagálásában, terjesztésében nagyon szívesen részt vennének, de itt mondom még egyszer, elsősorban az öreghegyi hagyományoknak a további éltetése, tehát a szőlőművel is további éltetése volt a cél, és meg is ragadnám az alkalmat, és összekötném azzal, hogy a Krasznajúton van egy több száz éves úgynevezett almási pince, ahol van egy présház, egy 60 méter hosszú pincével, hát eléggé lerobbant állapotban van, de hála Isten, polgármester úr sem gördít akadályt, hogy így mondjam, az elé, hogy ezt felújítsuk, és ott egy, nem is tájház elég, de valami olyan öreghegyi múzeumot, ami a szőlőműveléssel is kapcsolatos persze, tehát öreg egy régi funkciója, ami volt, azzal kapcsolatban tudnánk ott egy állandó kiállítást és egy több funkciós létesítményt is üzemeltetni. Egy általános iskola és az óvoda által támogatott úgynevezett tündérkert, tehát a régi nem csak a szőlő, hanem a gyümölcsfajtáknak a tovább éltetése, tovább szaporítása is cél lenne itt Öreghegyen, és ez most kezdődik, úgyhogy majd keresünk is olyan idősebbeket, illetve mindenkit, majd egy felhívást teszünk közzé, aki itt Öreghegyen tud ebbe segíteni, ez segítsen majd nekünk. Tornyai Gábor öreghegyi plébános Szent István ünnepén megáldotta az új kenyeret és a bort. Én ezekkel a gondolatokkal áldom most meg a kenyeret és a bort, hálát adva Isten jóságáért. Dicsőítünk téged, Atyánk, Istenünk, Jézus Krisztus a te fiad által, aki a pusztában megáldotta az öt kenyeret és megszaporította, hogy táplálja vele az összegyűlt sokaságot. Urunk, aki megadtad, hogy Szent István királyunk, országunk fővédőszentjének ünnepén összegyűlve együtt ünnepeljünk, aki hétről hétre megtöröd és megosztott közöttünk az eukarisztia égi kenyerét, áld meg ezt a kenyeret, mindennapi életünk táplálékát, és taníts meg arra, hogy mindennapi kenyerünket mi is megosszuk másokkal, hogy megízlelhessük az igazi testvéri szeretet ízét, Szent neved dicséretére és dicsőségére, mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Urunk Istenünk, ajándékozó kezeddel áld meg és szenteld meg ezt a bort. Szent János apostol és evangélista közbenjárására áld meg és oltalmazd meg mindazokat, a benned hívőket, akik ebből a borból isznak. És miként Szent Jánosnak nem ártott meg a neki adott mérgezett ital, úgy mindazok, akik Szent János tiszteletére ebből isznak, az ő érdemeiért maradjanak mentesek minden mérgező és ártó hatástól. Add, hogy akik ezt megízlelik, azok Szent neved segítségül hívására erőt és üdvösséget nyerjenek. Krisztus a mi Úrunk által. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon erre a kenyére és borra, és maradjon rajtuk mindenkor. Amen. Az ünnepségen Cserpalkovics András polgármester köszöntötte a 15 esztendős Nóéhegyi Szent István borlovagrend tagjait, a társborrendek képviselőit és a székesfehérvári polgárokat. Szép hagyományai ennek, akár Öreghegy vonatkozásában, akár pedig a város egészet tekintetében. Ráadásul tegyük hozzá, hogy a
Borivár előtt zajlik ez az egész esemény, ami Fejér egyik legfontosabb szimbóluma, és önmagában is a lokálpatriotizmusnak egy olyan megjelenítése, amiről önmagában az Öreghegy és a Borlovagrend egyaránt szól. Az Öreghegyi mulatságok évről évre lehetőséget ad arra, hogy nem csak a fehérváriak, vagy nem csak az Öreghegyen élők, hanem a egyéb városrészben élők is idejöjjenek és jól érezzék magukat. Remélem, hogy az időjárás megkegyelmez ma is nekünk, és tényleg sok-sok mosoly lesz a jellemző a következő órákra itt a különböző programok keretében, és ne felejtsük, hogy új kenyér megáldása is megtörtént, ami pedig miről szól, mint hitünkről és életünkről egyaránt. Östör Anna Mária, a településrész önkormányzati képviselője, büszke az öreghegyi tradícióra. Minden évben nagy izgalommal készülünk erre a napra, és igyekszünk, hogy mindenki az Öreghegyen és a városban találjon magának kedvére való mulatságot, hiszen ez az ünnep előestéje, ilyenkor még azt hiszem megengedett az önfeled szórakozás. Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk.